Tartottunk, Voldot elindítom, cső mindenkinek, kedves Vold nézők. Az egyik elképzelésem az az, hogy lehetne egy ilyen pontozásos videót csinálni. Ez a bemutató videótól független, tehát a bemutató videó az lehet, csak én azt mondom mindenkinek, hogy csináljatok bemutató videót, kedves youtuberek, csak mondjátok el a bemutató videóba azt is, hogy meddig, hogy hol, hány óráját játszottatok a játékkal, mert ez fontos amúgy, hogy az alapján. Mert ugye te nem biztos, hogy az egész játékot fedi, hogyha csak a feléig. Én is általában szerintem szoktam mondani, hogy hova sikerült. Hát, figyelj, én rajta vagyok, benne vagyok. Urgent repair. Jó, na ide nekem Operation Specialist kell. Az a fontos. És akkor nézzük a helyzetet. Akkor bevisszük a szokásos kört. Jó, gyerekek? Én azt mondom, hogy... Szokásos. De ez, amúgy nem tudom, hogy kell-e ennyi cucc. Mert hogy... Object Bridge Construction... Terrain... Hát figyelj, nem tudom. Kell nekem amúgy mindenféle szírszara? Nem vagyok benne biztos. Én ezt nem viszem. Én ezt nem viszem be. Tehát szerintem fölösleges. Bevisztük ezt. Mert ezzel lehetne hidat építeni. És akkor annyit változtatok a dolgokon, hogy... itt ilyen puzzle lett. Ez nem... nem, mindig bezár ez a szar. Szerintem ez nem puzzle volt eddig. De mindegy, lehet, hogy rosszul emlékszem. Elképzelhető. Front. Figyelj, ezen van egy slot. Nekem ez van. És akkor elvileg ez jobb lenne. Igen, és akkor ugye ezen van egy slot. Itt. És akkor bele lehet tenni mondjuk spare parcot ugye az elejébe. Hát figyelj, jó, adom. Az be, mehet. És akkor tetejére is kéne. Roof. Roof track. És mivel különbözik? 6-os, 1-es. De várjász, ott... Ja, nem az a izé, a lámpa. Igen, ezen kéne változtatni, hogy ne. Spare parts. Igen, igen. Na, ezen kell változtatni itt, hogy ezek. Na, meg a következőn gondolkoztam egyébként, Tropi, nem tudom, itt vagy-e még. Hogy lehetne egy olyat csinálni, hogy... ugye mondták többen, hogy valami rangot. Megvárom májas halacskát, várjuk meg azt, amikor többen vagyunk, akkor ezt megbeszéljük. Nem tudom, hogy ki meddig, hogy tervez lenni. Jó. Kocsisegge. Ezen lot egy keréknek. Nekem ez van. Gyerekek, hova? Mi van? Hát egy csomó... Ezen nincsen hely, ezen is a keréknek van. De figyelj már, ezt én miért nem cseréltem még eddig ki? És egy slot, igen, egy kereket tudunk feltenni. Na, hát alakul. 10 jelenlévő. Nekem 6 nézőt ír, hogyha arra írod. És akkor még van itt egy ilyen. Ez van. Ezt felrakom, akkor melyik a jobb? Ez a jobb. Jó. Ez egy 10.000 emergence reserve. El. 10 rugóba kerül, gyerekek. 10-be. Azt nem tudom feltenni. Még az 5-ös túlja, hogy, de hogy így... nem. Kizár dolog. Örülök, hogyha 10 vagy. Most már 10-et ír nekem is. Úgyhogy ezt így... Ez a stock kerék, ez jobban néz ki. Jó. Figyeljetek, 250 ilyen spare parts van ezen az autón, ezzel jók leszünk, és akkor be kell vinnünk a másikat, eztet itt. Ezzel óvatosan kell majd bánni, de mindegy, a lényeg, hogy menjünk, és akkor ebből kéne spare partsból egy csomó. Üzemanyagot meg akkor egyelőre jegeljük a történetet, bár mondjuk szerintem ennyi nem kell rá. Elég egy csomag. Úgy is jövünk ki amúgy, szóval... Borulás meg ez ellen. Na, 4600-al indítunk. Szerintem járható, úgyhogy F. Nem tudom lerakni. Ja, operátorból kell nekem ez a...
Melyik kell nekem? Ez kell. Legyen ez. Jó. Na most ugye az van, hogy nem tudom, ilyenkor tök jó lenne, ha jelezni a térképen, hogy hello, szia, a küldetésed itt van, mert akkor aznak tudnám, hogy hova menjek. Mert mondjuk most itt pont egy helyre tudom berakni magam, de amúgy nem szokta. Az a kanyon meddig lesz? Hát most, hogy megértettem a játékot, még így is sokáig szerintem, de most már legalább azt tudom, hogy mizu. Urgent repai, ide kell mennünk. Ez nem tudom mi, oda fogok menni, jó? És akkor ez lesz az első úti tervünk. Igazából szerintem annyira nem... Tehát... Várjál, ide kamerát kell lerakni. Nem tudom, csak a főküldit csináljuk. Tehát semmi mással nem akarok foglalkozni, csak a főküldetéseket csináljuk. Aztán majd utána, hogyha ilyen free módra lesz lehetőség, akkor majd photo hunting, ezeket föl kéne venni. Akkor várjatok, megyünk itt egy kört. Tehát lényegében nem tudom meddig lesz, de ezeket a melléküldiket majd egy kóba akarnám megcsinálni. Most minden esetre az a cél, hogy a főküldik legyenek meg. Aha, és ott van fent. Hát baznak, ezt azt amúgy láttam, hogy amúgy tehát, ja nem, el tudok mellette menni, hogy van ez? De ez akkor is ott van fent. Mert hogy majd variálunk egy kicsit, hogy már az, eldőlök. Anyám, már kezdődik ki, el se indulok, de már horror. Tiszta horror. Áj, nem tudom, amúgy láttam ezt a Forma 1-es pályát, ezt a Hot Wheels pályát, gyerekek, ez már nem tudom. Tehát, hogy... Cső, mindenkinek sziasztok. Lehet, hogy megyünk a jövő felé, és nem én vagyok megöregedve, de... Tényleg ott tartunk lassan, hogy a játékból lesz... valóság, vagy nem tudom. Lassan már csak a dugóhúzó hiányzik majd. Ja, itt egy kis küldi. Mario Kart, hát kb. Egyébként. De tényleg amúgy az a vicc, hogy amúgy ja. Hát de mondjuk, érted, ha valaki most fiatal, most nő fel, halló, akkor lehet, hogy ez egy tök menő dolog. Én nem tudom. Nekem ez érdekes. Bezumolhatna. Fókusz. Ja, én baszom el. Ez is megvan. Szerintem... Ja, ugye ez volt. Ez kész is. Figyeljetek már, halló, ide kéne, ó, gyerek, urgent repair, hát ez parádé. De amúgy itt én át tudok menni, vagy csak úgy gondolom, hogy át tudok, ezt amúgy nem. Mindegy, menjünk, ide lehet, hogy lehet hidat lerakni, nem? Hát, biztos, hogy át lehet menni egyébként, ja, mert erre jöttem. Hát jó van, na, menjünk. Ezen már egyszer átszenvedtem magam idáig, úgyhogy visszafelé se lesz sokkal rosszabb. Talán, de oda föl, hogy megyek, na, azt nem tudom. Jó az irány? A lófasz, nem, az lesz jó. Nem tudom, hát egyből nem hiszem, aztán majd biztos. Legalábbis ez a Game Pass-os történet, hát gondolom idővel igen. De alapvetően a muskacok 10 000 forint körül van, szóval most nem akarok senki pénztárcájába nyúlkálni, az alapverzió 10 körül van, de lehet akciózva egy pár hónapon belül, szerintem nem egy olyan nagy dolog, szerintem meg lehet ugrani. Tehát jó, mert nem teljes áras játék, amit nem értek egyébként, hogy miért, de nem az. De valószínűleg idővel biztos. Ha nem tudom, a Game Pass meddig fogja az Xbox-hoz a Game Pass-t csinálni még, mert az, hogy a múltkor mondták, hogy veszteséges, az is érdekes. Gyertek, én azt mondom, hogy
nem mondom, hogy vegyétek meg, de egyébként jó játék. Azzal számoljatok, hogy a Year 1-ben semmi nincsen. Szólok. Még. Úgyhogy, de, na melyik ez jó. Arra nem beszélve, ha megcsúszik, repül 70 métert lefelé. Oké, lesz ott korlát meg, ami kell, de csúnya baleset lehet ott. Hát, mert hülyék. Jó, de a kód az egy kicsit drágább, nem? Mondom, hogy más. Hát amikor mostanában a játékok milyen árban jelennek meg, ahhoz képest ez valamiért, nem tudom, olcsó. Jó, itt megyek le, mert... talán itt egy kicsit nehezebben lehet felborulni. Figyeljetek, srácok, én arra gondoltam, most a májas halacska, meg, te, volt egy felvetésed, nem tudom, emlékszel, hogy valami rangot lehetne bevezetni a DC-re. Szóval én arra gondoltam, hogy gondolkoztam, hogy ér... ja... hát nem tudom, hogy mindent be fognak-e tenni. Tehát, de nem, ezt nem tudok a kódról ilyeneket, hogy be lesz-e végül, nem tudom. Lehet, hogy már benne is van. Nem vagyok. Nekem, nem tudom, Game Passom most nincs. Azt nem követem az eseményeket. Múltkor volt, de... ami aztán kellett, onnan azokat megvettem, úgyhogy most így... nem tudom, hogyha nagyon sok játék... én a Game Passra is vagyok, hogy... nagyon sok játékkal játszok, akkor biztos, akkor né, akkor jó lehet, de... szerintem mindent nem fognak bedobni, mert nem éri meg nekik. Na igen, csak én meg arra gondoltam, hogy... ugye vannak a izék... ugye vannak a Nessai-nak a pingvinjei. Ha most én azért nem... ilyen nem gondolnám, hogy szeretnék pingvineket, vagy bármilyen állatokat magam mellé, mert ödösteges. És gondolkoztam sokat, hogy valahogy ez a tagon lehetne módosítani, hogy tagok, most ugye van ez, hogy ne everyone legyen, de hát most tagok, mint valami Men in Black-be lennénk, vagy nem tudom. Tehát, hogy annyira személytelen, hogy, vagy nem a csatornához kötődő ez a dolog. Ki csucsú kibannolta? Nem tudom, igazából én nem bannoltam volna, de nem szólok bele, mert nem... szerintem volt egy beszélgetés, aminél nem figyelt, aztán igazából valaki beírta és akkor bannolta, de... az abban lényegtelen. Végis benne van a szabályzatban, hogy más streamer nem lehet említeni, bár azt hiszem benne van, de még engem annyira nem zavar. A szabályzat is úgy lett megírva, hogy egy kevés embernél tök lényegtelen dolog. Hogy... na mindegy, szóval arra gondoltam, hogy volt régen egy ilyen ötletem, de most szerintem meg fogjuk csinálni, hogy én mivel autós játékokkal játszom elsősorban szinte csak, lehet, hogy be kéne vezetni egy ilyet, hogy létrehozni egy ilyen kis csapatocskát, amit ugye nem lehet, mert hogy minden playert YouTube-ról, TikTok-ról, cső mindenkinek sziasztok, az összes platformról nem tudsz összeverni egy csapatba. És akkor azt kéne, azon gondoltam, hogy kéne egy, ugye HGT-t, én a HGT-t használom csomószor mindenhova, ugye az a Hungate Team tök jó így kis rövidítésnek, de nem csináltunk ebből soha ilyen brandet igazából, ez csak így ott, így, én hogyha mit tudom én, valami rövidítés van, akkor mindig a, ugye úgy szoktam csinálni, hogy egy alsóvonás HGT, hogyha a Hungate-et nem engedi, például csomó helyen használtam, de csak inkább a Hungate-nek a rövidítése, szóval nem gondoltam én ezt soha túl. Szóval is arra gondoltam, hogy lehetne egy olyat csinálni, hogy nem HGT lenne, hanem H, hogy volt? HRT, és akkor ugye a Hungate Racing Team mondjuk, és akkor mondani az embereknek, lehetne egy ilyen rangot egyébként a DC-re is, hogy ha valaki... de hogy akkor meg, nyilván leellenőrizni ezt nem lehet, nyomon követni nem lehet, viszont az lehetne, hogy megkér, tehát hogy kirakni, hogy aki akarja, azt tegye be a nevébe a játékba. Tehát hogy van mondjuk a neve, Pistike, 42 a neve, és akkor alsó vonás HRT-t így beleírja. És akkor abból lehet tudni mondjuk egy játékba,
hogy mondjuk te, tehát hogy megismeritek egymást, hogy akkor mind a ketten ugyanott vagytok, meg stb. És akkor talán előbb egymásra tudtak írni, hogy jó. Mert ugye most pont az van... Nem. Én nem vinném be a Forma 1-et, hanem csak ennyit, és akkor nem tudom, hogy választható, vagy akár alapból lehetne ez a rang a DC-n, hogy mindenki megkapja, és akkor mégiscsak az van, hogy valahova tartozol, nem pedig csak egy tag vagy a Discordon. Szerintem. Nem tudom. Vélemény is kacok itt a Twitch chaten, vagy a TikTokon is írtak. Twitchen mit gondoltok? Vagy valamit, hogy hogyan lehetne ezt jól kivitelezni? Most nyilván lesz, aki azt mondja, hogy ő bele nem írja a nevébe mondjuk a játékon belőle, az nem kell. Csak hogyha valaki igen, akkor viszont lehet egymásról tudni, hogy akkor így egy ligába játszatok. Még akkor is, hogyha mondjuk Brian a neved, és akkor nem. Tehát ebből lehet tudni, hogy magyar vagy, hogyha tudod, hogy mi ez, meg hogy egy csapatban vagytok. De hogy lesz vármegye. Most kacok, amúgy én egyre jobban nem azt érzem, hogy nem akarok játszani a Crew Motor Fest-tel. Én nem tudom, bazzeg. Ellen gondolkoztam amúgy tegnap. Figyeljetek, akkor megcsináljuk. DC-re gyertek be, aki nincs bent, és akkor erről majd kaptok értesítést. Ezt megcsináljuk meg. Gyerekek, egy beszélgessünk már egy kicsit. Én szerintem a Crew Motor Fest-nek az a lényege, most és szeretném, hogyha... Sőt, nem bánnám, ha mindenki ellenem lenne. Szerintem nincs itt a csumpi. Majd meg át tudom írni én is amúgy. Szóval, hogy... na várjátok itt, hogy kéne, szerintem fenn menjünk. Hogy van a kedves Crew Motor Fest nevű játék, aminek ugye az a lényege, hogy én belépek a játékba, és akkor megpróbálok a számítom minden héten a lehető legjobb eredményt elérni. És akkor... Van ugye most ez a vilmodos baromság benne. És lehet, hogy csak én érzem úgy, hogy nálam van bassza ki úgy a biztosítékot, hogy nem is az, hogy zavar, hogy vilmodoznak az emberek, mert egyébként azt még leszarnám, hanem hogy egyszerűen azt érzem, hogy nekem nincs kedvem vele játszani. Persze, hogy tudok, figyelj, ide nézzél. Megfogod magad, felmész ide a YouTube csatornámra, legörgetsz, bármelyik videót megnyitod, mondjuk ezt. Nagyon hamar rájöhet. Oké, okay, legörgetsz, leírás, aztán Discord neki. Bármelyik videónál működik. Na, Zoltán, mivel nem értesz egyet? Mondjad. Mi az, amivel nem értesz egyet? Na. Itt valahogy át kéne vergődnöm. Hát itt nem fogok. Mennyire vagyunk messze a célponttól? Jó, akkor vissza, főküldetés. De miért nem ezt trekkelem? Miért a másikon van? És miért nem tudom betrekkelni a... Most várjál, hova megyek? Around the border. Ez itt mi? Hát én elmehetek oda, de... Ja, bocsánat, igen. Szóval, hogy van egy játék, aminek az lenne a lényege, hogy bemegyek a játékba, és megpróbálom... És nyilván minden játékban vannak, akik csalnak, vagy... Hívjuk csalásnak amúgy, mert nem tudom máshogy megnevezni. És akkor bemennek, bemegyek, és játszom a játékkal, és mondom, tehát, hogy így tanultam én a Guttikáiktól Crew 2-ben nagyon sok mindent, hogy hogyan kell a falon menni, hogyan vannak a pályalevágások, és rájöttem igazából, hogy minden azon múlik, hogy meg tudom-e tanulni a játékot. Most az, hogy ez normális dolog, hogy a falon fordulsz, vagy hogy levágod a pályát, az már nyilván... Most ez nem az, de ez van. De ugye minden adott volt. Tehát volt a játék,
És hogyha a játékot kellőképpen kiismertem, akkor volt esélyem játszani mások ellen, és akár bejutni a top 50-be, top 40-be, top 30-ba, mit tudom én. És a Crewnál viszont azt érzem, hogy van egy játék, aminél igazából nem tudom, látok tényleg, pont. Mi az a pont? Hol van itt tó? Ott. Szóval, hogy belépek a játékba, és akkor pont ezt mondtam a tropiéknak is, és erről beszéltünk, hogy nem tudom azt, hogy én vagyok-e a béna, vagy lehet, hogy már a világ top 5. idejét mentem, jó, erre mondjuk kicsi az esély, de hogy érted, vagy akármi, mert azok, akik elő vannak a játékban, tudom jól, hogy csalással érik el az eredményeiket. És ilyenkor azt érzem, hogy baszok rá, végigmegyek egyszer az egészen, nem is érdekel az eredmény, és már pont azon gondolkoztam, hogy inkább hagyom a picsába az egészet, mert hogy hetente belépek, live-ba elősebb veszem, semmi értelme vele szórakozni, mert az, amit úgymond a játékban az ember szeret, vagy ami tényleg ennek a játéknak úgymond a hosszantartó kulcsmozzanata lenne, az nem működik. Az egyszerűen tönkretették. És így van 500 ember, aki elszórakoztatja magát vele, és a maradék playernek, aki meg normálisan akarna játszani, teljesen elkúrják a játékát. És tegnap ugye pont ez volt egy ilyen mozzanat, és nem tudom, és kíváncsi lennék például, na Zoli, rohadtul kíváncsi lennék a véleményedre. Hogyha de tudom jó, hogy te nem fogsz 83-szor végigmenni a versenyeken, legalábbis én ezt láttam eddig rajtad, de hogy nem bosszantó az egy picit, hogy most, és mondom, én szeretném, hogyha azt mondjátok, hogy nem, akkor oké, tehát nézői többség, döntöttetek, rendben. Hogy bemegyek a Discordon a szobába, és azt látom, hogy te, meg a másik, elfejtettem a nevét, mindegy, beszélgettetek arról, hogy belementetek ilyen buszba, meg stb., meg hogy ilyen szinkronhibák vannak a játékba, majd mindjárt rátérünk erre, Geri. És akkor jön két ember, teljesen tök mindegy kicsoda. Ugye ez most nem is személyeskedni, nem számít, csak ez a sztori a lényeg. És akkor beküldik az eredményeiket a summitról, és akkor így annyit látni az egészből, hogy tök jó, meg fasza, hogy amúgy ilyeneket érnek el. Csak ahogy amit elértek, vagy amit elérnek ilyen formátumban, azt te soha a büdös életben nem tudod megcsinálni, úgy, hogy nem csalsz. És nekem, engem nem az zavar, mert beszéltünk este erről Guttikával is, az engem amúgy mérhetetlenül nem érdekel, hogy ők ezt csinálják. Engem az zavar, hogy emiatt nincs kedvem a játékkal játszani. És hiába mondja nekem bárki, hogy de hogy nem, meg hogy mit tudom én, de nem, tehát hogy ez nagyon-nagyon durván, én szerintem elbassza a játékot. Aztán, hogyha mindenki azt mondja nekem, hogy szerintetek nem, akkor oké. Mert igazából nagyon nem tudok ellene mit csinálni. Szóval... Hogyha a Ubisoft nem akar ellene tenni, akkor ugye... De most Geri, figyelj már! Csak el tudom, mire vagyok én kíváncsi, és a Discord miatt érdekel. Amikor belépsz, és akkor most... tehát mondom, eddig a több... Akivel beszéltem, két közeli ismerősömmel, ők azt mondták, hogy a válasz az, hogy nem. Szóval nyugodtan mondhatod, hogy nem.
Nem érzed úgy, amikor ki akarod posztolni az eredményedet mondjuk, vagy hogyha mondjuk úgy döntenél, hogy kiposztolnád az eredményedet a játékba, hogy te mit értél el, és bemész mondjuk ebbe a Facebook, ugye a Discord szobába, és azt látod, hogy mások milyen eredményt mennek, akkor nem volt, nincs benned az, hogy jó, inkább ki se teszem. Tehát, hogy annyira mondjuk kevés vagy gyenge, amit csináltál, hogy inkább úgy vagy vele, hogy jó, hát akkor ezt te inkább nem mutogatnád? Csak kérdezem. Mert én ezt akarom elkerülni, hogy ilyen ne legyen. És ez a bajom amúgy, hogy én, de mondom, én nem akarok senkit emiatt, mert mondom, hogyha én nekem ez a véleményem, vagy én így látom, de tényleg mindenki azt mondja, hogy nincs igazam, akkor azt mondom, hogy oké. De amikor bejön egy eredmény, és akkor nem tudom, például most a TikToknál van egy ilyen dolog, hogy ha felrakok egy videót, akkor meg kell jelölnöm, hogyha AI-val készült, hogy ti tudjatok arról, hogy azt nem én csináltam, hanem az AI. Hogy, de nyilván ezt se lehet bevezetni, de hogy olyan jó lenne, hogyha oda lenne írva mondjuk zárójelben, hogy Wilmoddal. És akkor nem az, hogy csalók, hanem hogy tudják azt, hogy akkor az ő eredményük az a tehát hogy egy olyan eredmény, amit alapból nem tudsz elérni, szóval ne ahhoz mérd magad. Igazából ennyi. Mondom, én nagyon nem támogatom a csalást, de az a baj, hogy mivel a retro is tök egyértelműen kijelentő elmondja, én nem tudom ezért bántani, tehát hogy meg megértem őt is, tehát azt is megértem, hogy valahol már nekem is megfordult a múltkor a fejembe, hogy azért tényleg, hogyha élvezni akarom a játéknak a számít részét, hogy igazán, akkor lehet, hogy nekem is le kéne töltenem, vagy valahogy megoldanom, szóval ezt is, de nem vesz rá jól érdek. Nem tudom, de a egész este ezen gondolkoztam, hogy etikailag, vagy hogy a francba lehetne ezt jól megfogalmazni, hogy ezt hogyan lehetne úgy megoldani, hogy amikor bejön mondjuk DC-re Pistike 42, és kirakja az eredményét, ne kapjon szívgörcsöt, hogy basszik, ennyire béna vagyok. Ja, nem vagy béna amúgy, csak azokat az eredményeket nem szabad nézni. Köszönöm a követést. És nem tudja, én is egyébként a Crew 2-ben, még amikor először végigmentem a pályákon, azt hittem, hogy balfasz vagyok. Az közben kiderült, hogy ja, valamennyire az is voltam, de hogy kiderült, hogy nem az, hogy balfasz vagyok, hanem egyszerűen nincsenek szettjeim. Hát itt meg de a külső program hiányzik. Hát nem tudom. Olyan jó volt az elején, amikor a legelső számíton 50-valahanyadik lettem, és még nem volt Wilmod, és tényleg ott még éjszaka emlékszem, hajnali 4-kor is azt nyomtam, csak hogy még előrébb, és 50-valahanyadiknak értem be a számítra, de azért gondolnám magamról, hogy annyira nem vagyok béna, és ezt meg tudtam oldani, viszont ugye most már nem tudok semmit, tehát most már egyszerűen, akik tudom, hogy használják, egyszerűen 5-10 másodperc mínusz. Én is, ebben abszolút igazad van. Igen, Zoli, egyet értek. De nem tudom, ez egy nagyon annyira kényes dolog ez, mert tényleg nem akarom, tehát két csaló és csalást használó között is van különbség. Én például Retrót őszintén tisztelem azért, hogy ő mondja, hogy hát ő használja. És akkor így ezt így elmondja, és így oké, rendben. Nem tudok vele vitatkozni, tehát rendben. Nem szép dolog, de nem kezd el titkolózni. Még ezzel szemben a másik, akit nem nevezünk nevén. Ki van Guzmi? Neki által hisztizni? Ügyes vagy. Hát mikor Guzmi...
Már az, hogy hülyeséget beszélek. A másik meg ugye végig megy a Expedition játék neve. Másik meg végig megy a csalóval együtt, aztán meg beírja a chatre, hogy tudni kell vezetni. Na az kiakasztott, tehát azt már erősnek éreztem. Meg ugye például most én megmondom őszintén, haragszom a kedves, kicsit haragszom a kedves barátaimra, csak egy picit, mert sokszor nem mondják ki a véleményüket csak nekem, úgyhogy most nem nevezném a nevükön őket, ezt majd, hogyha akarják, vállalják, de tegnap megkértek többen is arra, hogy a legközelebb Grand Race lesz live-ba, takarjam le, amikor indulunk, mert hogy muszáj, tehát hogy... Tehát, hogy ne tudjatok csatlakozni, mert onnantól kezdve, hogy becsatlakoznak a többiek, egyszerűen élvezhetett. Addig nyerünk, meg top 3, top 2, megjönnek a többiek, és valami isteni csoda folytán már a 10. helyet is nehéz megszerezni. Szóval, ja, aztán ugye live-ban volt egyszer, hogy én mondtam, hogy ezt megoldom valahogy, és akkor jött egy ilyen probléma, hogy beírkálták csomóan a chatre, hogy más streamernél ez működik, és akkor a többiek így nem mondtak semmit. Hát mondom, jó, akkor. Elviszem egyedül ezt a balhét, de mondom, legközelebb már nem lesz ilyen. Tehát, hogy valahogy, hogyha lesz is Grand Race, akkor az indulásnál vagy fekete képernyő, vagy valamit ki fogok tenni, hogy ne is lássák az emberek, hogy mikor indítjuk meg, hogy. Mert az sajnos, mivel nem tudom eldönteni azt sem, hogy ki használ Wilmodot, ki nem. Az a baj, hogy innentől annyira hiteltelen lett az egész játék, hogy most van, akinek akarok hinni, hogy nem, aztán, hogy tényleg nem tudom. Úgyhogy így egy kicsit úgy érzem, hogy nem akarok közösködni most már csak azokkal, akiket ismerek. Én nagyon sajnálom, hogy ezt így elbaszták amúgy a krúnál. És az a legszomorúbb az egészben, hogy nem tudom, mi lehet. Sőt, mindenkinek egyébként nem tudom, hogy mi lehet a megoldás erre. Lehet, hogy semmi. De mindesetre én nekem így nem kicsit vette el a játéktól így a kedvemet. Az a gáz ezzel, Geri, hogy nem lehet megoldani, hogy nem tudnak külön listát csinálni nekik, nem lehetséges. Értem, amit akarnátok, vagy mondtok, amúgy a seggén nem volt pótkerék felrakva, vagy csak akartam hozni. Volt egy pótkerék a hátulján. De hogy nem lehet megoldani. Nem nehéz egyébként a Grand Race. Elején meg kell tanulni, elindulni aztán. Meg az inkább haverokkal jó, egyedül nem annyira nagy buli. De akkor jó, hogy többen vagytok. Beszélj már a macskáddal, mit csinál? Most teszik a tányérodból amúgy. Igen, de nincs benne semmi, csak festések, azt hiszem. De... Az amúgy hülyeség. Tehát egy hónapos... Az mondjuk arra jó, hogy ilyen szűkebb körre legyen lekorlátozva, és akkor csak az tudjon... Hogy mondjuk, ugye csak azt tud írni, aki már régóta néz. Nem tudom, ez... Mennyire mentem a másik irányba el? De megint ezt a hülyeséget néztem. Gyerekek, hát ezt felejtő. Ki fogok fogyni. Ja, ez itt akkor el így meg is állhat. Akkor mielőtt elrontom, megpróbálunk ezzel átvergődni ide. Jó, álljátok másik jármű. Szerintem van hozzá mindenem. Jó, és az van, hogy ide kéne eljutni. Hát szerintem át fogok tudni vele menni, de majd mindjárt kiderül. Dehogy nem, már kijátszottam live-ba a gridet.
hogy a régit is nyomtam, a legelsőt live-ba, meg a melyik a legújabbat. Azt a kettőt nyomtam. Na, Doki, ügyes vagy. Lájkot pörgessétek. Ez fontos. Az az igazság, hogy ez a, hogy milyen játék legyen, hogy miben gondolkoztam, vagy nem, az a helyzet. A grid... Melyik a legújabb grid, kacok? Annyi grid van... Nem teszem be. Hungate név, Hungarian Game & Tech, hogy lett ebből valami, ha 6 évvel ezelőtt volt, semmi. Úgy igazából már csak így rám ragadt a csatornára. De semmi, tehát volt egy elképzelésem, ami meg se valós. Tehát, hogy igazából... teljesen más volt. Volt, hogy 2 évig RP-ztem. Soha többet, de hogy volt ilyen, igen. Hát igen, Zoli, csak tudod mi a baj ezzel, hogy nagyjából ez akkor azt jelenti, hogy a játékot azt így nagyjából leredukálhatom, hogy ilyen 90%-ban akkor nem játszom azzal a játékkal. Tehát, hogy pont a... Nekem pont ez a bajom, hogy a játéknak az értelmi, vagy amire épít a játék, a lényegi részét öljük meg, érted? Igazad van amúgy, csak hogy ami miatt leülsz játszani azzal a játékkal, most ez olyan dolog, mint hogyha azt mondod, hogy a kódba kerülöd a lövöldözést. Hát bazeg, ja, értem. Ezeket a bugokat még remélem, hogy befoltozzák. De én elmegyek vele. Isten ments. Doki, én nem. De meg amúgy látom, hogy a Palworldből nem tudsz kiszakadni. Ennyire jó az a játék? Kemény mondjuk. Kivel nyomod egyébként? Szerintem ezt is vihetjük magunkkal. Jó, skacok. De miért ide akar? Minden állam oda akar küldeni? Ezt áttehetjük így ide. Bebugolt a DC. Annyit tudod, hogy már azt sem tudja a DC, hogy melyik vizébe vagy. Játékban. Ez a küldetés, ez nekem fel van véve, vagy szűk? Menj már vissza. Jó, szerintem fel. Kár, hogy a Seven Days-nek így annyi lett, mert ahogy én azt így nézem, az most egy kis időre a felejtésbe merül majd.
fogja tudni felhúzni. Vissza kell mennem, hogy négy keréken álljak. Jó, akkor nem. Erre itt átmegyünk. Amit fel, át fog tudni menni. Ja. Hát nem tudom. Az a baj, értem amúgy. Már van, ohó, már három is van. De majd még erről lesz, tehát hogy három videóm is van már róla. Hű, basz, ez lehet nem lesz egy ilyen egyszerű, de bemutató videóm már szerintem hét eleje óta van. Inkább ilyen tutoriál videókat csinálok hozzá, hogy mit, hogyan. Ez tudja, hogy jó irányba megyek én erre? Ja, mert erre még nem is voltunk, szóval nem tudom, hogy jó irányba megyek-e, de lehet, hogy így ezt az irányt kéne itt így erőltetni. Mondjuk így valahogy. De akkor is ott van fenn a következő. Nem tudom ezt a hegyet kikerülni. Ide. Áhá, talán így. Így. Ha elviszem magamat. Sokkal talán jobb. Te is nyomod a játékot? Vagy bárki igazából. Mert ugye a pénzszerzős részre arra figyeljetek oda, hogy ameddig lehet addig, azt pörgessétek ki. Ja, hát jó. Az én már ilyen külsős, meg modos dolgokban már nem. Leg a pénzmodra azt azért. Ha a játékban van ilyen, akkor azt kihasználom, de máshogy nem. Jó, akkor arra elmegyünk, és ez a hegy kell nekem. Erre föl lehet menni? Azt nem tudom. Minden esetre megjöttünk. Itt rengeteg kis mellékküldetés van egyébként, de azokkal nem fogok leállni foglalkozni, nem is szeretnék. Na és akkor itt van a kérdésem, hogy ha én... Hogy a francba... Nem. Yes, stop tracking. Jó, és akkor explore the area. Aha, és akkor most már mutatja. Jó, akkor kell nekünk egy drón. Szerintem a drónnal itt körbe lehetne nézni. 40, 42, hát megyünk. Szerintem nem azt nézi, hogy merre megyek, hanem azt nézi, hogy hol megy, mi fölött repülök el. Hogy... Nagyon rohadt lassú a drón. Vagy vegyétek már, hogy könnyebben kanyarodik. De ezen valamit változtattak. Ez biztos, hogy jobb lett. Pedig itt kellett lapoznom órákat az egérrel. Én PC-n nyomom, nem tudom.
Igazából konzolon soha nem nyomtam, de ez a billentyűzet egér kombó az rohadt nagy előny itt. Sokkal könnyebb vele a vincselés meg minden. Az biztos, az kontrollerrel szerintem egy kicsit szívás lehet. Az egér, hogy kihúzom, hogy hova rakja, az tuti, hogy sokat segít. Hát kéne repülni itt. Hát nem tudom. Biztos meg lehet szokni. Nekem fura lenne így belegondolni is, hogy... 87%. Hol az a maradék? 13. Esetleg erre. Nem éppen. Akkor menjünk egy kicsit nagyobb körbe. Ja, nekem is van ismerősöm, aki például konzolon nyomja a SnowRunnert, azt el van vele, úgyhogy gondolom nem egy olyan ördögtől való dolog ez. Na mit nem veszünk észre, azt mondjátok meg. 93%. Megvan. Jó, következő feladat. Ide kell elmenni. Third Tower. Így gyerek. Amúgy ennek nem örülök most. Mert fogyni fog a benzinünk. Bízunk benne, hogy erre itt valahogy... Hát lehet, hogy egyébként innen... Itt lenne lesz egy olyan omlás, ami nem biztos, hogy... Aha. De azt mondjuk lehet meg tudom javítani, mert van nálam cucc. Akkor menjünk. Üzemanyag a felén. Tetejére nem tettem föl semmit. Üzemanyag szerintem nincs is nálam. Hát muszáj lesz valahogy megcsinálni. Hát, én nekem is jó lenne egy PS5 már lassan, de Gran Turismo véget, de még nem tudom. Nagyon gondolkozom, hogy van-e értelme egyáltalán. Szép volt. Semmi gond. Jó. Azóta én mindig is PS-es leszek, szóval nem tudok erre értelmes dolgot mondani. Mindig is PS pártján állok. De úgyhogy ettől függetlenül... Úgyhogy nekem a PS4-ből is Pro van, szóval sose volt előtte. Tehát hogy én azt az elején vettem meg. Mondjuk talán amúgy nem is lényeges, hogy milyen, csak... De nem tudok itt szépen lemenni. Na, lemegy az. Hát itt nem lesz javítás, de viszont itt körbe lehet menni. Tuning show-ra megy ki valaki amúgy, kacok? Bárki, akárki. Én még életemben nem voltam a tuning show-n kint, mert úgy gondoltam mindig, hogy elég képeket látnom róla. Aha. Hát a PS5-ből úgyis jön a Pro.
Nem tudom, én ezzel most úgy vagyok, hogy jobban érdekelne egy... jobban foglalkoztatna a kormányhoz mondjuk egy pedál vagy kézifék, mint egy PS. Mert többet használnám. És azok a TikTokon nem akartak átjönni, akik úgy írnak is a Twitchre, mert ott van egy ilyen nézőtábor, aki nagyjából mindig itt van, mondjuk most pont leugrott a nézőszám, de hogy akkor legalább így nem beszélünk keresztbe. Sokat dobna az élménye, hogyha meg többször is jöttök, akkor meg annál jobb, mert megismeritek a többieket. És általában a Twitchen több néző szokott lenni. Hogy... a H-váltó, kézifék, azt néztem, hogy figyeljetek, a váltó, a kézifék, a pedál, meg annak a konzolja, ugye a kézifék váltó konzolja, valami majdnem, szerintem 350 ezer? Tedd egy képernyőre, ha neked kényelmetlen. Nekem egy képernyőm van. Csak amikor az egyik, tehát mondjuk valaki ír a TikTokon, akkor a Twitch néző, tehát válaszolok a Twitch nézőkben, nem tudják, hogy mi van. Én csak azért szoktam mondani, hogy gyertek át a Twitchre, mert a streamre a fő platformom a Twitch. Szóval a Twitchen 10 perccel előbb is indul a live visszaszámlálóval, minden, a TikTok az csak ilyen... megy, mert méne. Szóval ha például lenne egy játék, ami olyan lenne, és nem tudnám csak egy helyre streamelni, akkor a TikTokot lőném le. Azért szoktam mondani, hogy a Twitchre gyertek át, mert az alap. Minden tekintetből a Twitch a fő art scanning. Gyerekek, el fog fogyni az üzemanyagunk most már, kezd így baj lenni ebből. Értem, köszönöm a jó tanácsokat, Joci, majd eldöntöm. Amikor például egy autós játékkal játszok, amikor gyorsan kell menni, örülök, hogy néha kommentre tudok válaszolni, nem hogy még felolvasni őket. Tehát azért nem mindig annyira könnyű ezt megoldani, de oké. Okay. Hopp, na miért törölted le, Doki? Írd be, hogy Transmaster Sparko. Lehet, hogy lehetne amúgy olcsóbban, gondolkoztam. Valami eBay-es, ilyen 20 ezer forint körüli tucat. De csak a Sparko van, amit gyárja a Transmasternek. És az a ralliba egy iszonyatosan nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Mert annyira nem esik kézre. Igen, de nem fogok felolvastatni bottal szöveget, tehát nem, mert az elbassza a live-ot. Hát én még ráadásul sehol nem láttam ilyet, tudom, hogy van. De hogy minden, meg azt például nem tudom megoldani a TikTokra. Hát arra nincs lehetőség. Mármint, hogy olyan megoldás van, hogy a Twitch-en erre legyen, de a TikTokot nem fogja felolvasni. A TikTok annyira szar amúgy, hogy még egy normális chatbotot se, semmit nem lehet berakni oda. De olyan van, hogy berakom mondjuk overlaybe, de megint ugyanott vagyunk, hogy azt tudom megcsinálni, hogy mondjuk vagy a... tehát, hogy értsétek ezt a... Szóval, az van, hogy azt meg tudom oldani, hogy beállítom mondjuk ide, hogy itt látszódjon a Twitch-es üzenet. De attól még a másikba is be kell állítanom, szóval az duplán szopás, mert ugye kettő kamera, kettő live, szóval nem tudom összefűzni. Azért mondtam, hogy igazából nekem egymás mellett van a két chat, én látom, de nem fogok tudni mindig, tehát...
Mindegy, gondolkozom azon egyébként, hogy lesz egy ilyen minimális chat a Twitch-en felület, vagy a Twitch-en, hogy látszódjon a képernyőn, de majd meglátjuk. Na, ez volt egy küldetés, figyeljetek, nem is vész. Pénz is jön. Offos? No, ezt nem tudom. Ezt megint megpróbálni, amúgy ezt kéne. Ez is amúgy 40 ezeret fizet. Komoly. Akkor csináljuk ezt. Jó. Jó, a következő küldetésünk ez lesz. Én meg kérek egy... Hoppá, várjál már. Hát... Gyurik, bocsánat. Majd megyek. Majd megoldjuk ezt, hogy megyek oda is, jó? Na, gyerekek, 55 perce megy a volt, megállít.